csoportosok első ünnepéjén, ami mi is lehetne más, mint a karácsonyi ünnepé, ami a, ugye a szeretetnek az ünnepe, és a gyerek ünnepe is. A gyerek, Jézus születésével nem más ünnepelünk, mint a gyereket, a családot és a szeretetet. Ennek a jegyében készítettük mi ezt a kicsi ünnepét. Kérjük, hogy fogadják nagyon nagy szeretettel, olyan szeretettel, amit mi, ahogyan mi készítettük. És hogyha egy kicsit hibázunk, vagy valami nem úgy sikerül, akkor kérjük, hogy nézzék el, hisz most kezdjük. Ez az első. Reméljük, hogy azért szeretettel adjuk, és szeretettel fogadják is. Ezzel szeretnénk kívánni áldott, békés karácsonyt mindenkinek. Mindenki találja meg a fa alatt nem csak az ajándékot, hanem a szeretetet is, ami ugye itt először is a gyerekekben fog megtestesülni, és egy nagyon boldog, békés új évet. Gyertek, először is köszönjünk, mert itt vagyunk most mi együtt. Hogy szoktunk mi köszönni? Köszönjük magunknak, köszönjük anyának, meg mindenkinek. Jó napot gyerekek, jó napot szülők, jó napot kívánok óvónéni, jó napot Ladus. De tudunk ilyen mondókát, de csak el van üveg ujjat. Hogy van? Hüveg ujja, korán kell, mindenki együtt. Ablakomon kopogol, Ani szomszéd kiugrott, úgy köszöntek, jó napot! Bravo, nagyon ügyesek voltatok. És ha már ilyen ügyesen elmondtuk ezt a kis mondókát, akkor gyertek, törjünk egy kis mákot, hogy mindenkinek legyen kalácsa, jó? Adok mindenkinek? Igen! Na gyertek, egy, két, há, és! Töröm, töröm a mákot, sütöm belőle kalácsot, ícek, tolla, motolla, neked adom, kezdjük Edikénél, jó? Edike, Andréka, Beatrix, Vikike, Icike, Kristóka, Zsófika, Zoltánka, Álmoska, Ádámka, Patrika, Nikike, Patrika, Beatrixka és Levencéske. Na, harapjunk egy nagyot bele. Úgy, rágjuk meg, nyeljük le. Megfáj. Úgy, megfáj. Újta, hassa, szíve. Bravo, nagyon köszönöm. És halljátok, hogyha már kalácsot sütöttünk itt mindenkinek, ki tudná nekem megmondani, hogy mikor eszünk kalácsot? Úgy igazából. Na, mikor eszünk kalácsot? Mikor szoktunk enni kalácsot? Holnap. Mert jön a... Mi a gyerekek most? Jön a... A karácsony, jó! Tudunk énekelni a karácsonyról? Igen! Elénekeljük a kis karácsony, ne karácsony? Na figyelj akkor, hogy mutatjuk? Kis karácsony. Egy, két, há, és kis... varázsolni mindig a Zobiba, igaz? Igen! És mindig sikerül? Igen! Eddig mindig
sikerül. Halljátok? Megpróbáljuk most is. Igen. Kipróbáljuk? Itt van a dobozó. Tudod, ezzel szoktunk kivarázsolni. És le kell, mit kell vele csinálni? Gyertek! Le kell tenni a földre. És le kell takarni. Na várjatok, hogy jöjjön ide mindenki. És van nekünk ehhez mi van? Van hozzá nekünk egy gyertek. Egy varázsigény. Elmondjuk? Na hogy van? Csételve. Sőt, képzeld el, le van ragasztva. Bontjuk ki? Igen. Nézzük meg, hogy kitől jött. Igen. Szerinted kitől jött? A Mikulástól. Gondolod, Zsófi? Igen. Hát a Jézuskától. Vagy a Jézuskától, hát igazad van. Ez is igaz, mert a télapom szabadságra. Télapom már szabadságra? Na, megnézzük. Nézd már. Szól ez a levél. Azt mondja, kedves kis csoportos óvodások, hát ezek ti vagytok. Hát lássuk már, hogy mi van benne. De jó is! Azt mondjátok, ki ért alá? Igazatok volt, a télapó ért alá. Azt mondja, hogy én most indultam el az erdőből a szárfommal, amit a rénszarvasaim húznak. Itt nagy a hó. Most is hullik. Már alig várom, hogy hozzátok érjek és találkozhatok. De jó Isten! Itt az erdőben nagyon jól éreztem magam. Figyelj csak, mit csináltok az erdőben? Minden állatnak hoznak ajándékot. És ők is nagyon kedvesek voltak velem. Készítettek nekem télapólevest, amihez mindenki hozott valamit. Képzeljétek el, még a medve is kijött a barlangjából. Ő rakta meg a tüzet, hogy meg tudják főzni nekem a télapólevest. A nyuszika répát hozott, a mókuska makot, a rigó diót, az őszike füvecskét, a róka meg pusítek bele, és a mezei egér magocskákat. Nagyon finomra sikerült. Jól tettünk mindenkivel. Persze, ők is nagyon örültek az általam készített ajándékoknak. Remélem, ti is nagyon vártok. Mi az, hogy nagyon várjuk, igaz? Nagyon örülnék, ha ti is meglepetéssel készülnétek. Tudtok énekelni? Igen. Ha persze, hogy tudunk verset mondani, ha persze, hogy tudunk. És táncolni is tudtok? Minden tudunk, mi minden. Na hát akkor mutassátok meg, puszillak benneteket, és remélem nem sokára találkozunk. Hú, na ez nem semmi. Na hát akkor most nekünk az a feladatunk, hogy szépen mondjuk a verset, meg énekeljünk, meg táncoljuk. Betartjuk? Igen. Hát fog jönni ott, ha ezt betartjuk. Na akkor jó. Na jó. Na akkor Niki feláll, és szépen elmond egy szép verset, jó? Jó! A rácsot, Niki, hangosan. Ezt veszek valamit.
Karácsony ünnepén? Legyen. Az a kívánság. Legyen. Legyen. Boldog. Boldog. Mindenki. Ezzel. Itt is, ott is. Legyen olyan. Minden. Emberek szívében. Nagyon jó. Patrik, gyerek, csak állják fel szépen, és mondjuk csak a másik éve. Karácsony, itt zengő vagyok. Karácsony, itt zengő vagyok. Csilingelek? Csilingelek, karácsony. Örüljetek? Örüljetek, mert csinálkodok. Télországon? Télországon, itt vagyok. Bravo, nagyon jó. Te is hangosan. Karácsony ünnepében. Az a kívánságom. E háznak népére. Béke. És öröm. Várjon. Bravo. Állam bajca fel szépen fel is, jó? Karácsonyba. Gyerek szép, jó? Karácsonyba. Csodaszép. Alattasok. Ajándék. Kintnek, hulla, puha, ho, siklik, tajta. Zoltán, most te jó? Álljál fel szépen és hangosan. Télapóka. Télapóka, olyan ládiga. Érdekért. Kilenc szornya. Póhullás van. Póhullás van. Szárkózik az itt. De tudom méneket is. Télapó itt van. Gyertek csak álljunk el. Mindenki feláll. Csak ott a szék előtt, jó? Ott, hogy van? Télapó itt van, mire bejátéksz te is. Egy, két, há, és. Télapó itt van, ó a csupája, lenk a szakálla, jég a cipője, zárcán, kerezen, pirosan a aranyhár, jég szarvas puszta, hova? Mire vársz? A pofúvásban. Hideget a gyere haza. Kis házunkban. Karácsonyfa. Gyertyalámnak. Lassan, lassan, gyere, lassan, húl. A Jézuska erre jön. Jó,
André, szépen kaposztál. Játszok fel? Álljál fel, és szépen kaposztál. Téla Póka. Nagy szakálló. Talpi. Kabát. Ahol? Biztosan? Bravo. Gyertek, csak álljunk fel, tisztok a patinekeit, jó? Figyelsz, gyere, álljál fel Zoltán, és ügyessen, jó? Jó. Úgy, te is. Úgy, ez a patik, bizony. Gyere, te is bejönni. Kicsi, mondok, egy, két, hát, és. Sütnék nappal járom. Te sorvészem.
Jó lenne. Jó.
semmi. Hogy mondod a télapónak? Köszönöm szépen. Patrik, melyik az? Patrik, Lilás. Na most Zolikának a legkisebb, jó. Hát ez egyforma. Mi a Zoltán? Ó, elszévesztettem. Ádám. Neked is van csomag. Ádám, nagyon jó fiú. Olyan szépen táncol. Levente, te vagy? Nem, itt van. Hát mutasd, mondjad meg a nevet. Üljetek le! Mit kaptatok? Zsófi! Zsófi, te is kaptál! Viki! Viki! Hol vagy Viki? Patrik! Másik Patrik, Na, még láttam, még van itt valami. Még van? Jó! Kristóf! Itt van Kristóf. Jó! Kaptatok ajándékot! André, hol van? Te vagy? No. De még akkor... van itt, csak nem fér Téla kutyákjába az ajándékot. Hozzá! Ezt ideteszem az zsákomot? Persze! Krisztike melyik? Itt vagy a helyet, Krisztike, gyere neked, nem az? Gyere! Álmos! Álmos! Gyere, megyünk! Szólított a télapot! Icsike, hogy tudjuk? Gyere, Icsike! Gyere, nézed anyámon! Szabó Beatrix, hol van? Gyere Beatrix, nézd, hát hozott neked a télapó ajándék. Edi. Edi kell. Edi kell. Edi nem akarja meg. Annyi szép. Gyerekek, mindenki kapott. Mindenki. Az igen. Hogy mondjuk a télapóna? Köszönöm szépen. Igyesek óta. Jaj. Örülünk, hogy eljöttél hozzá. Gyere, jövőben. Ha jó, többet kaptok, jó? Énekelsz még egyet neki.